A teljes visszaverődés. A Snellius-Descartes törvény szerint, ha a hullám kisebb terjedési sebességű közegből lép nagyobb sebességűbe, mint például üvegből levegőbe, a törési szög nagyobb lesz, mint a beesési. A törési szög, azaz béta színuszát ki is tudjuk fejezni, amely ebben az esetben biztosan nagyobb, mint színusz alfa, hiszen itt V2 per V1 nagyobb egynél. Ha a beesési szöget növeljük, egyszer csak elérünk egy olyan állapothoz, amikor a sík hullám nem is hatol be az új közegbe. Ilyen esetet mutat ez az animáció. Az új közegbe átjutó gyenge hullámok a hullámfront szélénél történő elhajlásból származnak, a sík hullám maga nem jut át. Könnyű meghatározni, milyen szög esetén következik be ez a jelenség. Amikor színusz alfa meghaladja V1 per V2-t, akkor a Snellius-Descartes törvény szerint a törési szög színusza egynél nagyobb lenne. Ez azonban matematikai képtelenség. Fizikailag ez azt jelenti, hogy nincs megtört hullám, azaz minden visszaverődik a közeg határról. Ez a teljes visszaverődés jelensége. A teljes visszaverődést sok optikai berendezésben felhasználják. Így például készülnek olyan prizmák, melyek bizonyos felületei síktükörként verik vissza a fényt, de nincs szükség a felületek tükröző réteggel való bevonására, mert ilyenkor az üveglevegő határ is tökéletes tükörként viselkedik. Hasonló prizmákkal találkozhatunk például vadásztávcsövek vagy periszkópok belsejében. A teljes visszaverődés egy másik érdekes alkalmazása az optikai szálak esete. Ennek lényege, hogy egy igen vékony üvegszál egyik végén bevezetik a fényt, amely a teljes visszaverődés miatt bent pattog ide-oda, még akkor is, ha a szál ívesen kanyarodik. Az animációban láthatjuk az üvegszálból kiszökő hullámokat is. Ez azért van, mert az áttekinthetőség kedvéért a szál átmérője csak néhányszorosa a hullámhossznak, így jelentős az elhajlás jelensége. A fény nagy része azonban végighalad a görbeszálon, és a másik végén lép ki. Ilyen vékony szálakból készített kötegeket használnak az optikai távközlésben, melyeken fényjelek továbbítják például az internet vagy a TV adások jeleit.